Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kiemelten is a keresztelős családokat Isten igéjével. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Testvéreim, mikor este láttam, hogy a keresztelés alatt el fog fogyni a hangom, akkor felhívtam telefonon Márkó testvérünket, pontosabban Márkó de Löw van Vélen, holland református misszionárius testvért, aki itt Magyarországon él feleségével együtt, és szolgál egyházunkban számos helyen nálunk, előadássorozatot tartott bibliaórákon, meg sokaknak kedves ismerőseként is van köztünk, hogy elvállalná, hogy az ige hirdetési részt ő tartsa. Köszöntjük szeretettel itt a fasorban, a nagy templomban, így még ő nem is hirdetett üzenetet, hadd halljuk mindnyájan, és Isten áldása legyen az ő szolgálatukon, párjával együtt itt Magyarországon. Építsék, erősítsék, elevenítsék a lelki pásztorok szolgálatát és a gyülekezetekét. Mielőtt a szolgálat végzése sor kerülne, éneket énekeljünk, a 376. dicséret mind a négy versét, e havi énekünket, 376. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével!
Kedves testvérek, gyertek, imádkozzunk! Áldott légy, örökkévaló mennyei atyánk, aki minden nap újra gondoskodsz rólunk. Áldott légy, Urunk Jézus, a világ megváltója, aki legyőzted a sántát és a halált. És áldott légy, Szentlélek, aki vezetsz bennünket a mindennapjainkban. Áldott légy, Szent Háromság Isten, aki újra kész vagy hozzánk szólni, és kérjük, add nekünk a megfelelő szívet, hogy megérthessük ma is hozzánk szóló üzenetedet. Mindezt Jézus nevében kérjük. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Ma van a Szent Háromság ünnepe, a pünköst után első vasárnap mindig a Szent Háromság ünnepe, már régi idők óta, és ezért úgy gondoltam, hogy egy Szent Háromságról szóló igét olvasom föl. Csak ez egy hosszabb rész, és ezért úgy gondoltam, hogy ülve talán jobban tudjunk koncentrálni az igére. Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának 3. részéből, annak 13. versével kezdődő szakaszát olvasom föl. Máté 3, a 13. verstől, és ott a következőket találjuk megírva. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre jászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Eddig Isten írott igéje. Keresztelési ünnepen vagyunk, és nagyon örültem annak, hogy 8 gyerek is nyert befogadást a gyülekezetbe. Gyarapodik Isten népe, bár sokszor kételkedünk benne, hogy van-e még jövője az egyháznak. Testvérek, van.
8 jó okot láttunk arra, hogy van jövője az egyháznak, lesz itt a fasorban is gyülekezet, attól nem kell tartanunk. És az igéből is felolvastam egy keresztelői jelenetet, amikor Jézus, hát nem gyermekként, hanem 30 évesen oda megy az egyik rokonához, keresztelő Jánoshoz, aki már néhány éve prédikált, felhívta az embereket arra, hogy térjenek meg, szenteljék meg magukat Istennek. És akkor oda megy az Úr Jézus is. Természetesen nem azzal a céllal, hogy ő is megtérjen, hiszen ő az Isten fia. Az Úr Jézus azért ment keresztelő Jánoshoz, mert egy új szakasz kezdődik el az életében. Az első 30 évben a szüleivel élt, a szülei fennhatósága élt, és 30 évesen elkezdődik az a szolgálat, amiért elküldte őt a mennyei atya. A prédikáló szolgálat, a gyógyító szolgálat, a szenvedések szolgálata. És Jézus annak jeléül, hogy elkezdődik az ő szolgálata, oda megy keresztelő Jánoshoz, és a kereszteléssel megmutatja, hogy most már 100%-osan és maradéktalanul az Úrnak, az Atyának szenteli magát, és azt fogja megtenni, amiért jött. És amikor kijön az Úr Jézus a vízből, akkor az Atya megpecsételi ezt a lépést. Ahogyan az Atya mindig megpecsételi azt, amikor azt tesszük, amit ő mond. Amikor a szülők ide vitték a gyerekeket, hát ők kapták az Úrtól, de tudták, hogy ez a gyermek nem csak reájuk van adva, hanem a gyülekezetre is van bízva, hogy elsősorban ők, de másodszorban a gyülekezet is nevelje és neveltesse ezeket a gyerekeket a hit útjára. Eljöttek a szülők, és a keresztelés víza alá bocsátották a gyermekeiket, és Isten ezt meg fogja pecsételni. Ha valaki engedelmeskedik Isten parancsolatának, akkor az Isten oda rendeli minden eszközét, amire csak szükségünk lesz, hogy neveljük és neveltessük ezeket a gyerekeket. Ott van a gyülekezet, ott van a keresztény iskola, ott van a Szentlélek, aki segíteni akar, kedves szülők, éljetek is ezekkel az eszközökkel. És amikor az Úr Jézus kijön a vízből, az Atya megpecsételi még a fia engedelmességét is. Alászáll a Szentlélek a mennyből, látható formában. És az Atya szól a fiúnak, hallható formában. Hát utoljára karácsonykor, vagy 9 hónappal előtte volt olyan jelenet, amikor az Atya, Fiú, Szentlélek egy mondatban, egy gondolatsorban megjelenik. Amikor ugye az angyal mondja Máriának, hogy a magasságos lelke beárnyékol téged, gyermeket fogansz a méhedben, és fiút szülsz, akit az Atya, a mennyi Atyának gyerekét, fiát, vagy fiának fogják elnevezni. Ott, amikor az angyal beszél Máriával, ott láthatatlanul van a Szent Háromság. Atya, Fiú, Szentlélek, de nem az Atya szól, és nem a Szentlélek jelenik meg, és az Úr Jézust még senki nem látta, misztériumként láthatatlanul ott van bár, de
még nem nyilatkoztatta ki önmagát. Egy bő 30 évvel később láthatlaná válik, hallhatlaná válik a Szent Háromság misztériuma. Amikor ott lent a Jordán vízében van a fiú, őre száll a Szent Lélek, és szól az Atya a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A fiú kész van a szolgálatra, a lélek kész van a vezetésre, és az Atya megpecsételi ezt a helyzetet az ő kijelentésével. Ez az én szeretett fiam. Vagy, ahogy héberül is hangzik, ez Dávid fiam. Mert a Dávid szó azt jelenti, hogy szeretet. Ez Dávid. Az én fiam, akiben gyönyörködöm, aki majd helyreállítja a világot, mert megoldja a bűn problémáját. De hogyan is kezdődik Jézus szolgálata? Érdekes módon nem prédikálással, nem is gyógyításokkal, nem csodával, hanem egy próbával. A Bibliában elég sok helyen elkezdődik a történet a kijelentés után egy próbával, már a paradicsomban is. Isten megteremti az embert, elmondja, hogy milyen dolga lesz, miért teremtette az Úr az embert, milyen céllal. Azt is mondja, hogy egy fáról ne egyen. És mi a következő történet? A próba, a kísértés. Vagy amikor az Úr megszabadított az ő népét Egyiptomból, a pusztába vitte őket, próbára tette őket, 50 napig ott voltak a pusztában, és csak akkor érkeztek meg a Sínai hegy lábánál, ahol az Isten megköti az ő szövetségét a saját népével. És Izrael népe már egy héten belül kezd panaszkodni. Éhes vagyok. Milyen jó volt Egyiptomban. Ott legalább zöldségeket kaptunk, meg halat is. Kellett ez nekünk? Jézus csak 40 nap után éhezik, mert mással volt elfoglalva. Az Atyára koncentrált, az Atyával volt kapcsolatban, beszélt vele, kérte az útmutatásokat, és csak a 40. napon kiderül, hogy éhes is. És akkor megjelenik, hát kicsoda, a kísértő. Három nagy kísértés van a Bibliában. Az Éden kertjében a sátán kísértésbe ejti, kísértés elő állítja az embert, hogy megkérdőjeleze Isten szeretetét. Biztos, hogy semmilyen fáról nem szabad ennetek, de szabad. Csak arról az egyről nem, mert akkor meg fogunk halni. És mondja a kísértő, de hogy haltok meg? Ez Isten csak úgy mondta. Ez volt az első. A második Jób könyvében van, amikor a sátán Istent kísérti, hogy az Isten kérdőjelezze meg az ember hitét és az ember hűségét. És akkor mondja a sátán Istennek, hogy majd meglátod, ha Jobbnak már nem lesz olyan jó a sorsa, akkor elhagy téged. Isten azt mondja, hogy jó, nézzük meg. És a sátán nagyon rossz a jóslásban, mert még egyszer sem jött be, amit ő ígért,
amit ő mondott, kivéve akkor, amikor ő csinált valami rosszat, persze, arról tud jósolni. De Jób esetében sem jött be, mert Jób nem hagyta ott az Istent. És akkor itt előttünk van a harmadik próbája a sátánnak, amikor a fiút kísérti, hogy kérdőjelezze meg az ő küldetését. Kérdőjelezze meg az atyát. A sátán most már a Szent Háromságot akarja felbomlasztani. És azt mondja, ha Isten fia vagy. És a ha szócskában ott van a kérdőjel. Ha Isten fia vagy, de nem biztos. De mondta az atya. 40 nappal a történet előtt mondta az atya, hallható szóval, ez az én szeretett fiam. És 40 nappal később a sátán teszi fel a kérdést, biztos. Olyan sokat mondanak. Hát bizonyítsd be. Ha Isten fia vagy, akkor mondd, hogy ezek a kövek változanak kenyérré. A sátán azt sugallja, hogy Isten igéje megbízhatatlan. Nem biztos, hogy az történik, amit az atya mond. Nem biztos, hogy az történik, amit az Isten mond. Nem biztos, hogy az életünket úgy kell élnünk, ahogy Isten mondja. Talán másképp is lehet. Ez a sátán kérdése. De Jézus azt mondta, hogy az ördög a hazugság atya. Nem tud más tenni, csak hazudni. Akkor is hazudik, ha egy kérdést tesz fel. És Jézus visszautasítja a kísértést. Itt nem az ennivaló a lényeg. Itt az a kérdés, hogy teszem-e azt, amit Isten mond. És ha Isten azt mondja, hogy az ő szeretett fia vagyok, akkor nem kell csoda. Nem kell a köveket kenyérré változtatnom. Mert amit az Isten mond, az így is van. Tetszik, nem tetszik. És előáll a sátán a második fegyerével. Hát, ha annyira ragaszkodsz a Bibliához, akkor azt is ígérte az atya a fiúnak, hogy ha valami bajba kerül, akkor ő majd kimenti a saját gyermekét. Majd küldi az angyalokat. Hát akkor ugorj le a templomról. Jó magas. Ugorj le, majd meglátjuk. És súgalja a sátán, hogy jó, jó, jó. Te ragaszkodsz az atyához. De fogd már föl, hogy a világ rólad szól. Hogy Isten érted van, és nem fordítva. Mondja a sátán. Isten a szolga, te vagy az Úr. Istenek az a dolga, hogy téged szolgáljon ki. Hogy téged segítsen ki minden bajból, amiben csak belekerültél. És Jézus visszautasítja a kísértést. Nem és nem. Az atya az Úr. És még a fiú is szolgál az atyának. Még a Szent Háromságon belül is az történik, amit az atya mond, mert a fiú szeretett közösségben van vele, és szívesen teszi meg azt, amit az atya mond. Hát akkor mi? Hát akkor mi azt gondolhatjuk, hogy rólunk szól a világ? Rólunk szól a történet? És csak, hát persze, hogy kérjük Isten segítségét, amikor már kiterveltük az útjunkat, amikor már kitaláltuk, hogy mi lenne a jó, csak hát Isten még áldja meg. Nem, testvérek. Fordítva működik a dolog.
és harmadszor is előáll a sátán az ő fegyverével. Van egy rövidebb út is. Az atya küldi a fiút, és a fiú tudja, hogy ez az út, ez a küldetés szenvedéssel jár, fájdalommal jár, elutasítással jár. Nem lesz ez egy felhőtlenül boldog állapot, nehéz lesz. És mondja a sátán, hogy figyelj ide, a céllal egyetértek, de van rövidebb út is. Borulj le, csak mi vagyunk itt, te is én. Borulj le, és meg van oldva, és azt éred el, amiért jöttél. Vagy, ahogy mostanában mondják, a cél szentesíti az eszközt. Ha a cél a gyógyulás, akkor teljesen mindegy, hogy milyen orvoshoz megyek. Gondolhatunk, de nem mindegy. Ha felborult az életem, tök mindegy, hogy kitől kérek tanácsot. Gondolhatjuk, de nem mindegy. Ha a gyermekemet jól akarom nevelni, hát akkor majd valahogy meg lesz, ahogy ő mondja talán. Neki legyen jó, gondolhatjuk. De nem a cél szentesíti meg az eszközt. Isten adja a célt, és ő adja hozzá az eszközöket is. Nehéz lesz az útunk, testvérek. Nehéz lesz. Fájni fog? Nem is kicsit. Az Úr nem ígért felhőtlen boldogságot erre az életre nézve. Megígérte majd a feltámadás után. Erre az életre nézve vigasztalást ígért az Úr. Nehéz lesz? Nehéz. De ő segít. Fájni fog? Igen, fájni fog. De ő ott lesz. Ez a vigasztalás, amit Isten ajánl. Hogy annak ellenére, milyen világban élünk, nem merelünk alá benne. És Jézus visszautasítja a sátán kísértését. Nem és nem. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Kedves testvérek, akkor mi az üzenet? Mi az alkalmazás? Az üzenet nem az, hogy mini Jézus egy nagyon jó példa. Ezt rögtön felejtsük is el. Jézus nem példa. Itt arról van szó, hogy csak Jézus látja megfelelő módon a kísértéseket, és csak ő tudja azokat legyőzni. Három kísértésről beszéltem. A sátán az embert kísérte, és bejött neki. A sátán az Istent kísérte, nem jött be. A sátán az Úr Jézust kísérte, és nem jött be neki. Ha van kapcsolatunk, közvetlenül kapcsolatunk az Úr Jézussal, ha maradéktalanul az ő kezébe tettük bennünket, ha az egész életünk ő körülötte forog, akkor és csak akkor fogjuk látni azt, amit ő lát. A jót is, a kísértéseket is. És csak akkor leszünk képesek arra, hogy legyőzzük a kísértéseket. Nem a példa kell, testvérek. Az Úr Jézus kell. Neked. Nekem. Csak akkor élhetjük azt az életet, amit az Isten megteremtett nekünk, ha az Úr Jézuson keresztül személyes, felhőtlen kapcsolatunk van az Istennel. Ezt fontoljuk meg, és erre igyekszünk. Ámen.
Gyertek, imádkozzunk! Hűséget végtelen, Úrunk Istenük, milyen jól tudjuk azt, és milyen rosszul élünk vele. Minden nap tapasztalhatjuk a Te hűségedet az ennivalóban, a ruhában, a munkában, amit adtál nékünk, a szolgálatban, a gyülekezetben, olyan sok helyen, olyan sok alkalommal meglátszik a Te hűséged, és olyan kevés alkalom van, amikor ezt hálával megköszönjük, és ezért most szeretnénk ezt megköszönni. Köszönjük, Úrunk Istenünk, a Te hűségedet. Köszönjük, hogy kitartasz mellettünk, ami akkor is, amikor mi már hátat fordítottunk neked. Köszönjük, hogy kiszólítottál bennünket a világból, és az Úr Jézus Krisztus által a Te gyermekeiddé tettél bennünket. És köszönjük, hogy adtad nekünk a Szent Lelkedet, aki belső vezetést ad nekünk, hogy lássuk azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Te már előkészítettél a számunkra. Csak végre kellene hajtanunk. Milyen óriási, milyen nagy a Te hűséget, és köszönjük, Urunk, hogy azt soha nem is tudjuk felfogni. És köszönjük, Urunk, hogy ma újra szóltál hozzánk, és tudjuk nagyon jól, hogy vannak kísértések a mi életünkben is. És kérjük, segíts meg nekünk abban, hogy a kísértések közepette ne a példába kapaszkodjunk bele, hanem Te benned, Urunk Jézus, hogy hozzád forduljunk, hogy hozzád kiáltsunk, hogy tőled várjuk a segítséget, a megfelelő igét, az útmutatást, a vigasztalást. És köszönjük, Urunk Jézus, hogy Te még többet is adsz, mint amit kérünk. És ezért kérjük, áld meg minket, áld meg a szülőket, akik idehozták gyermeküket a keresztelésre. Segíts nekik abban, hogy ezeket a gyermekeket valóban hitben és hitre tudják nevelni és neveltetni, mindazokkal az eszközökkel, amelyeket Te a rendelkezésükre adsz. És könyörgünk, Urunk, az országunk vezetéséért. Az ő számukra is vannak eszközök és útmutatások, és nem is nagyon élnek vele. És kérjük, Urunk, hogy tégy csodát, és könyörülj az országon, elsősorban is annak vezetőin, hogy ők is lássák meg a Te hűségedet és a Te bölcsességedet. Könyörgünk a betegekért, könyörgünk, hogy adj nekik vigasztalást a nehéz pillanatokban, adj nekik kitartást a nehéz helyzetekben, és ha Te úgy akarod, adj gyógyulást. Könyörgünk az orvosokért is, adj nekik türelmet a páciensekkel, adj nekik belátást a betegségek lefolyásában. És különösképpen a hívő orvosokért könyörgünk, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy nem csak tárgyakkal, hanem igével is tudjanak hozzájárulni a betegek felépüléséhez. Könyörgünk a gyászolókért is, akik elveszítették szeretetüket, akik koporsó mellett és sír mellett álltak, és már-már úgy tűnt, mint a halálé lenne az utolsó szó. Kérjük, adj nekik is a Te vigasztalásodat. Hadd kapaszkodjanak ők is Te beléd, és hadd kapják meg a vigasztalást, hogy mindazok ellenére, ami történik és történt az ő életükben, mégis valamit érezhessenek abból a boldogságból, amit Te félretettél a számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket, és kíváncsisággal és várva várjuk a Te válaszodat szóban és tettben egyaránt. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és záró énekként a 425-ös dicséretünket énekeljük. 425-ös dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved!